Dolgozik a kotrógép a Móricz Zsigmond utcában. Ezen a területen valaha még vízelvezető árok volt, azonban telehorták szeméttel és teljesen betemették, így nem tudott elfolyni a víz. Ebben a garázsban jól látszik, hogy nemrégiben még legalább másfél méter magasan állt a víz. A vakolat és a csempe teljesen leomlott a falról, az utcában több ingatlanban is kár keletkezett. Most az árkokat takarítják, ettől azt reméli az önkormányzat, hogy nem ismétlődik meg az elmúlt évek tragikus ár- és belvíz helyzete. Horváth Rihárd alpolgármester szerint már eddig is jelentős eredményeket sikerült elérni a védekezésben. Jelenleg a városban talán pontosan ez a környék, ez a Móricz, Dotkai, Csók utca környéke egyelőre a legkritikusabb, ahogy mondtam, még jelenleg itt a pincékben áll a víz. Ahhoz azonban, hogy idáig el tudjunk jutni és itt elkezdjük a munkálatokat, ahhoz az kellett, hogy a városból kivezető nagy árkokat kipucoljuk, illetve azt kell még tudni erről a munkáról, hogy az, hogy a gép megjelenik valahol és elkezd dolgozni, ez a leglátványosabb része. De tudni kell arról, hogy a háttérben nagyon komoly előkészítő munkálatok folynak. Itt különböző rajzokat, terveket, műszaki dolgokat kell egyeztetni, illetve egy nagyon komoly jogi előkészület és egy jogi egyeztetési folyamat is zajlik folyamatosan. A kotrógép a jövőben a 7 kiemelt ár- és belvízvédelmi területen fog dolgozni. Rendbe tennék a Kölcsei utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca csapadékvízelvezető rendszerét is. A május 1 utcát pedig rákötnék a Kölcsei utca rendszerére. A városvezetés több pályázatot is beadott az ár- és belvízvédekezésre. A Liszt-Ferenc utca és környékének a problémáját oldja meg az egyik pályázat egészen a Bosárokig. Ezt a területet már a szakemberek a héten elkezdik vizsgálni. A Dogtai, Csók és Móricz utcák környékének csapadékvízelvezetésére vonatkozó pályázat tervezése is már folyamatban van. A beruházások összköltsége 200 millió forint.